Azt hiszem, hogy az első vendégünk, az első fellépőnk, aki tulajdonképpen az egyetlen, aki ennek a zeneiskolának jelenleg növendéke, és ennek a szimbóluma, egy különleges tehetségű fiatalemberről van szó, Szemerédi Fülöpről, aki korát meghazudtoló sikereket ért már el, és egészen különleges már az a díj mennyiség és nyeremények mögötte, amelyeket hát tulajdonképpen 18-20 éves korunkban sem nagyon tudunk még elérni. Úgyhogy őt hívnám először a színpadra. Ő egy magyar rondót fog előadni, ugye ő furjás, amelyik hát egy rendkívül izgalmas hangszer, egy régi korokban ez volt tulajdonképpen a fuvola is, mert a barokk korban még, pontosabban a reneszánsz korban még igazán a mai fuvolák nem nagyon léteztek, inkább furujákon játszottak, és hát fantasztikus repertoár és fantasztikus lehetőség van ebben a kis nagyon egyszerű hangszerben. Én abban a generációhoz tartozom, aki a zenei általánosban kötelezően tanult furjázni, úgyhogy minnyájunk számára azért ez egy létező élmény volt, aki zenét tanultunk annak idején. Ugye a elhangzó mű egy magyar rondó, Ernst Kramer-től, aki egy osztrák zeneszerző, Schubert kortárs, Hofkapellének lett az óboistája. Én a művet nem ismerem, bevallom őszintén, de feltehetőleg hasonló lesz azokhoz a művekhez, amelyben az akkori bandák, zenészbandák, ugye főleg romákból járták a világot, és játszottak egyfajta zenét, amit akkor a magyaros zenének ismertek. Brahms is nagyon-nagyon szerette, egyébként Liszt is azt hitte, hogy ez a magyar zene. Ő is az összes magyar rapszódiából ilyen zenéket dolgozott föl. Nos, egy ilyen rondot fogunk hallani. Szemerédi Fülöp előadásába, akinek hát talán a legnagyobb sikere 2022-ben a Danubia zenei versenyen abszolút kategória győztes lett, és az is sokat mond, hogy 2023-ban a Budafok Tétény hónap művészévé választotta. Nos, fogadják szeretettel tehát a zongoránál Kriss Andrást és Szemerédi Fülöp furujást, aki Ernst Kramer magyar rondóját egyelőre.